Sziasztok srácok! Eljött hát a nagy nap, és végre lezárhatjuk a Ghost vs. Shadow-os challenge-eket, mivel Midas-nak a challenge-ei bejöttek, így hát meg lehet szerezni a Ghost vagy a Shadow verziót. De nem csak az utolsó challenge-ek jöttek el, hanem Travis Scott-nak a koncertje is ma fog indulni, legalábbis nálunk éjszaka. Ha esetleg támogatni szeretnél, ezt megteheted a Super Crypto Code beírásával, ami nem más, mint Ghost Knee Rider. Nagyon szépen köszönöm a támogatást! Szóval Midas challenge-ei. Nem voltak nehéz challenge-ek, viszont volt egy pár, ahol kellett helikoptert használni, illetve volt egy pár henchmenes, amit ugye Rumble-ben nem lehet megcsinálni, szóval egy fokkal nehezebb. Nagyon új challenge-ek nem voltak, kivéve egyet, amin meglepődtem. Ez pedig ugye, hogy gyűjtsünk össze 5 darab arany csőfogót. Azt hittem, hogy valami történethez fog kapcsolódni, mert ugye ott volt a csöves kezében a csőfogó, de mint kiderült, ezek csak challenge-ek. Szóval a csöves nem megy csövet szerelni. Szokásosan, mint a többinél, 18 challenge-et kell megcsinálni Midashoz, hogy feloldjuk ugye a két stílusát, és nincs más dolgunk, mint bennem bemenni a szobájába és választani egyet. Miután választottunk, annyit kell csinálnunk még egy meccsben, hogy két legendary fegyvert az adott postaládába bedobni. Mint láthattátok, én a Ghost fehér verziót választottam, mert úgy gondoltam, hogy az arany a fehérrel elég jól néz ki. Meg úgy gondoltam, hogy a fekete skinekből elég volt, legyen egy-két fehér skinem is. Mint a legtöbb öltönyös skinnél, még mindig azt mondom, hogy az öltönyös skinekre én szerintem felesleges a backbling, de azért nézzük meg a kombókat. Ahogy elnéztem, fehér backblingem szinte alig van, úgyhogy majd el kell kezdeni gyűjteni. És lényegében végeztünk minden challenge-el, elvileg nem lesz több. De ugye van még egy hónapunk a seasonből, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy az Epic mivel fogja megtolni. Remélhetőleg nem csak XP-ket fognak dobálni, mert azért elég unalmas lenne revárni nélkül gyűjtögetni. Tudom, hogy ott vannak ugye az arany skinek, de én szerintem annyi grindulás nem érnek számomra, de ha valakinek kell az arany banán, akkor hajrá! És még egyszer tisztázzuk a koncertet, hogy pontosan mikor is lesz. Mint kiderült utólag, a koncertet 5-ször is meg lehet nézni régiótól függetlenül, ami azt jelenti, hogy nem kell egy régiót állítani, szóval bárki 5-ször megnézheti a koncertet, persze, ha fent van éjszaka, vagy reggel, vagy délután. És itt is van pontosan a magyar idő szerint, hogy mikor is lesznek a koncertek. Természetesen erre a hétre vonatkozik, most vasárnapig lesz csak koncert. Pár óra múlva, vagyis hajnali egykor lesz a legelső koncert, szóval aki az első között akar lenni, annak fent kell lenni egy darabig. De aki nem tud, annak semmi probléma, ugyanis holnap 4 órakor ismétlés lesz, szombaton reggel is lesz, szombaton délután is, és vasárnap éjfélkor is. Úgyhogy az Epic szerintem rendes volt, és minden időpontban próbált ugye koncertet adni, így szerintem senki nem marad le. A Marshmallow-s koncertet is csak 2-szer adták le, azt hiszem az egyik ugye este volt, a másik pedig reggel. Tudom, hogy sokszor elmondtam már, de ugye a Glider csak úgy tudjátok megszerezni, ha ott vagytok a koncerten, és fontos az is, hogy bármelyik koncerten ott vagytok, akkor is megkapjátok, ha az utolsón, akkor is. Persze az eventhez külön LTM is lesz szokásosan, szóval majd erre kell belépni. Arra is figyelmeztetett minket az Epic Games, hogy rengeteg villogás lesz, szóval ez tényleg egy ilyen LSD koncert lesz. Szóval lényegében ebben a rövid kis videóban ennyit szerettem volna mondani,
tetszett, akkor dobjatok lájkot, illetve iratkozzatok fel, ha még nem vagytok. Szerintem én azt az első koncertet meg fogom nézni, hogy ki ne maradjak belőle. Szerintem még streamelni is fogom, szóval aki szeretné, az követhet Twitchen, Ghostly Rider néven ott vagyok, úgyhogy menni fog a stream. Ha bírok használni replayt, remélhetőleg a koncerten, akkor holnap délelőtt már Cinematicban fent is lesz a koncert. Köszi, hogy megnéztétek a videómat, Ghostly Rider voltam, sziasztok, és találkozunk a koncerten.